Minden beruházásunk és pályázatunk kiemelt szempontja az energetikai hatékonyság és a klímavédelem, mondta Bozsadik Róbert, aki előadóként vett részt a Paksi konferencián. Azt lehet mondani, hogy Mátaszék valamennyi intézményen már napelem szerepel, próbálunk hőszigeteléssel és fűtéskorszerűsítésekkel minél több széndioxid kibocsátást, csökkenést elérni. Ezzel próbálunk előrelépni. Illetve hát a harmadik terület, amiben hát meg kell mondani, hogy kicsit le vagyunk maradva, hogy a lakosságot próbálnánk bevonni, hogy mindenki a saját kis háztartásában próbáljon olyan intézkedéseket hozni, amivel a klímaváltozás csökkenéséhez, vagy ennek a következménynek a csökkenéséhez hozzájárulna. Hát ebben egy kicsit tanácstalannak vagyunk. Bízom benne, hogy esetleg a mai nap folyamán olyan hasznos tapasztalatokat, ismereteket szerezhetünk, amit esetleg Mátaszéken is tudunk majd alkalmazni. Mátaszéken közvilágítás, korszerűsítés zajlott az elmúlt 5 évben, a tanúszodánk energetikai korszerűsítésé kapcsán egy hőszivattyús földhős megoldásra vált ki a gázenergia fűtés, és ahogy említettem, szinte minden intézményünk már napelem van, és ezekhez elsősorban európai uniós forrásokat tudtunk igénybe venni. A lakossági ösztönző programokra források pályázati úton nagyon nem állnak rendelkezésre, így ha azt elindítjuk, azt mindenképpen saját forrásból kell majd biztosítani. Hát próbálunk egy kicsit tudatosan ebben majd előre tervezni. Ahogy említettem, talán a tapasztalatok és az ismeretek alapján kapunk jó ötleteket, amiket tudunk majd alkalmazni. Mátaszék akkor vált igazán ismerté Magyarországon és Európában, amikor az öreg molyhostölgy az év európai fája díj nyőztese lett. Nagyon nagy eredmény volt, hogy 2016-ban az európai évfája az a mátaszéki molyhostölgy volt. Ennek egy közösségformáló ereje volt, tehát nagyon-nagyon jól sikerült mozgósítani a mátaszékieket, a mátaszékieken kívül az országot, azt lehet mondani, hiszen több mint 70 ezer szavazattal nyerte meg akkor ez a kisfa ezt a nemzetközi megmérettetést. Én úgy gondolom, hogy a településnek adott egy nagyon jelentős ismertséget, hiszen azóta nagyon sokan látogatják a molyhostölgyet. Nagyon bízom benne, hogy egy kicsit a környezetvédelemre is felhívta a figyelmet ez az akció. Hát reméljük, hogy a mátaszékiek ebből okulva egy kicsit talán saját maguk is környezetudatosabbak lesznek.